Üdvözlőjük kedves hallgatóinkat, ez itt a Régi Vitézeknek immár 32. adása. A stúdióban vannak Bányai Ádám. Sziasztok! Tavasz Ferenc. Sziasztok! És meghívott vendégünk Magyar Attila. Adj Isten! Jó magam pedig Mesterlér János. Szervusztok! Ebben az adásban tovább vinnénk az előző 31. adásunkban már pedzegetett témát. Ezek a történelmi filmek, vagy történelmi jellegű filmeknek a filmforgatásos kulisszatitkai, valamint elevickelnénk másabb vizekre is. És hogy miért régi vitézeknek? A Szent Háromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye. Régi vitézeknek, roppant seregeknek, győzhetetlen Istene. De hozzád kiáltok, katonát vagyok, vigy kérlek vitézségre. Hát ezért. Pár szóban, mi múlt héten voltunk Kassai Lajos Levelek című könyvének a bemutatóján, ahol a házi gazda Puzsér Lajos volt, Kassai Lajos. Puzsér Robert volt, Kassai Robert. Milyen élményekkel jöttetek el, fiúk, onnan? Jók voltak a programok. Jók voltak az emberek. Az a baj, hogy most elmondjuk gyorsan. Már egyszer ezt megpróbáltuk fölvenni, most újra elmondjuk az egészet, amit gondoltunk róla. Feri elrontotta. Igen, Feri elrontotta. A felvőkék szülőket. Szóval, hogy miről is szólt ez az egész, ugye... Puzsér Robert elsősorban nem is a könyvről szeretett volna kérdezni, hanem az egész millióról, vagy az egész világáról, ahogy Kassai Lajos megéli ezt, illetve úgy kérdezte, ahogy Puzsér Robert látja inkább ezzel a politikai szemlélettel. Vagy inkább azzal, nem is feltétlen politikai, bocsáss meg, nem is, egy ilyen társadalmi hanem egy közelítés. Igen, inkább egy ilyen társadalmi hátteret próbált megvizsgálni, vagy arra próbált rákérdezni, hogy mi ez, hogyan is épül föl, illetve szekta ez-e, vagy éppen, hogy nem. Hát igen, akkor mondjuk el még egyszer, mik voltak azok a lényeges részek? Igen, tehát ugye a politikai összefonódásra kérdezett le Puzsér, és ugye Kassilos erre azt mondta, hogy nem, tehát nincs ilyen, nem fonódik össze a politikával, kimondottan, nincs benne ez a cél, viszont úgy kezdte magát az előadását is, hogy ugye megjelent a könyve, és ez ugye a könyvet be kell mutatni, és szeretett volna meghívni egy olyan embert ide, aki segít neki bemutatni, aki elsősorban lovas, jobboldali és a barátja. Na, ezek közül Puzsér Robert egyik sem. Tehát így kezdte, abban is benne volt az, hogy valahol ez a jobboldaliság egy quintesszenciája a hagyományőrzésnek, lovasiászatnak, mindennek. És ugye ez kapcsán indultunk el, és jutottunk el odáig, hogy vannak azok a fajta szimbólumok, eszközök, amik valahonnan innen gyökereznek. Ilyenek mondjuk a tarsoly viselés. A modern öltözetben. Modern öltözetben. Vagy a rovásírásnak a népszerűség, a rovásírásos helységnévtáblák, amikben ugyan benne volt valamikor a kicsit ez az embernek jobboldali politikai töltete is, mert rendre például jobbikosok voltak ott ezeknek a tábláknak a felavatásán is. De ma már több száz, sőt több ezer település előtt vannak ilyen helységnévtáblák, és ez már nem arról szól, hogy azt a jobbikosok állították egykor, hanem ezek ott vannak és lecsapódnak kifelé. Például egy orosz fórumon láttam nemrég, ahol a magyar rovásírás felmerült, ott hozták példaként képpel együtt, hogy igen, van a magyaroknak ez a rovásírása, és milyen jó, még ott vannak helységi táblák is rovásírással a településeik előtt, hogy milyen büszkék rá. És ez egy tök jó dolog megítélésem szerint. Vagy úgy, mint amikor a tarsoly kezd divattá válni. De, amit Attila mondott, ha meg tudnád ismételni.
Én azt gondolom, hogy ez így normális. Tehát akkor, amikor egy népnek van egy olyan ős múltba eredő, vagy jeleztetetlen eredő kincse, akár egy motívum, akár egy tárgy, akár egy valami a mában feleleveníthető attribútum, mint hogyha a talsorról volt szó, akkor akár az. Az tök jó dolog, hogyha az beilleszthető a mai viseletbe, övtáska helyett, vagy nem tudom, egy tölténytáska helyett, vagy letombra annak idején a rocker időszakunkban, amit hordtunk. A helyett egy ilyen tarsolyt csatolsz magadra, mert egyrészt mert szép, másrészt meg mert valamit ezzel úgy jelezni szeretnél. Vagy van benne valami, amit téged megfogott. Tehát ez így átminősül modern viseleti eszközé. De ugyanígy egy hímzésben megjelenik, egy ékszerben megjelenik, egy bármi módon ezek az ügyek átvihetőek. Ebben az irányban ez jól működik. Tehát amikor az ősmúltunkból, vagy a kultúránkból kiemelünk, vagy átemelünk, vagy tovább éltetünk dolgokat, és ez a hétköznapokban a modern eszköztárba beszivárog, az klassz. Az a baj, amikor majd aztán utána visszajön a hagyományőrzésbe, de már azokkal a ismérvekkel, mint például egy tarisznyányi tarsoly lemez, mert hogy bele kell férnie a mobiltelefonnak, vagy a nem tudom minek is, pedig hát egykor ugye a tarsoly sokkal-sokkal kisebb volt annál adott esetben, de mert hát mi megszoktuk, hogy ilyet hordunk a hétköznapokban, ezért aztán utána ezt kell elnézni, vagy például egy stoplis csizmát látsz a lovasi íjászokon, vagy az íjász embereken, mindenféle hajfonat korongokkal, meg fityfirittyel, meg csillogó-villogó izékkel, ami hát sose volt annak sajátja. Tehát odafelé működik a dolog, visszafelé nem szabad neki szivárognia. Ez szerintem mindössze ennyi az egésznek a sarka. Ez a témához nekem az jut eszembe, hogy ugye voltak ezek, meg vannak is a magyaros motívumokkal díszített póló ruházati dolgok, amik annak idején például a Turul márka volt egyik élenjáró nagy hely volt, ahol ilyeneket lehetett kapni. De ennek volt egy elég hosszú időszak, amikor ez nem volt több, tényleg egy kalocsai motívumnak a rászitázása egy fekete rokkel pólóra, és megállt ezen az igényességi szinten. De hogyha valaki látott már mondjuk szervetű márkájú pólókat, szerintem az mostanra beérett egy olyan szintre, ahol tök igényes, tök dinamikus, tök szép, és valamilyen szinten modern is. Attilának nem tetszenek szerintem. Én nem szeretem, igen. Ismerem, akik készítik, és nagyon nagyra tartom őket, és azt gondolom, hogy nagyon ügyesek. Viszont az, hogy valami szépe a mai szemünknek, az egyrészt nagyon-nagyon szubjektív, rettenetesen szubjektív, ráadásul annyira gyorsan változnak a saját, próbáld magadon lefuttatni azt a programot, hogy mi az, amit szerettél, mi tetszett neked, akár csak egy-két évvel ezelőtt. Ehhez képest, mivel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok az információ, ami ér bennünket, a digitális információk, a reklámok, a mindenféle benyomások, ezért nagyon gyorsan változnak. Az, amit így pólókon megjelenő ez a kalocsai mintás izé-vizé, ezt lehet ízlésesen, meg lehet úgy is csinálni, ami egyébként elterjedt erre az egész, szerintem halálosan ízléstelen volt, rémesen, szörnyűségesen csúnya és gicses volt. Tehát ez effektíve szerintem úgy nézett ki, mint a én uram a vizet vissza, nem sírom a lányságomat vissza falvédő. Tehát ráhímezve egy darab vászonra valami népi matyó-motyó. És ez nekem nem tetszett. Miközben meg volt egy-kettő, amelyik nagyon jól volt eltalálva. Csak hát ez is olyan dolog, hogy az ízlés az ugye nem alanyi jogon jár mindenkinek, hanem az úgy, ha van egy alkotónál, akkor tök szuper, ha nincsen, akkor megcseszheted. Lehet, hogy pont ezeket láttam. Hát lehet, és akkor az egy nagyon klassz dolog. Csak mondom én, amikor ebből az egészből ilyenfajta divat lett, akkor bizony ezt a felhigult részét is. Én nekem az nem tetszett. De mindegy, hát nem az én dolgom ezt eldönteni, hála Istennek. Én egyébként ugyanezt érzem a susogós nadrág tarsoly lemez, vagy farmergatja tarsoly. Szerintem az ugyanúgy hülyén néz ki. Ugyanúgy nem érik. Nem azt mondom, hogy egy zokni szandál kombó, de... Miért? Mi baj van a zokni szandál kombó?
Szóval, de alapvetően nekem egyáltalán nem tetszik. És akkor visszatérnék arra, hogy mit mondott ugye erre Puzsér, és pont a Tarsoly lemeznél, hogy hogyha nem is sajátotta ki a politika teljes mértékben magának a Tarsoly lemezt, mégis előítélettel fordul nagyon-nagyon sok ember olyanokhoz, akiknek akár egy ilyen pólóban, mint ami most rajtad, Jani, egy lovasi jász, vagy akár... Ez az a Hermotto Múzeumnak. Akár, de most akkor magyarázd meg neki. De ezt a nagy közönség nem tudja, hanem. Tehát egy csomó ilyen dolog van, amiről egész egyszerűen, mivel szekértáborok vannak a társadalmunkban, ezért aztán egy szabad elvű beállítottságú, ember eleve ilyen piros lámpa kezd neki villogni, tudod, hogyha lát valamiféle ilyen nemzeti, kulturális, nem tudom micsodára utaló attribútumot. És viszont ugyanígy működik a dolog, hogyha egy jobbos, egy polgári beállítottságú, egy ilyen konzervatívabb beállítottságú fazon meglát valami ilyen nagyon szabad helyzetet, vagy egy ilyen nagyon, ne kerüljük el azt, hogy egy ilyen nagyon liberális kulturális értelemben, vagy társadalmi értelemben attribútumot, akkor attól kap, nem tudom, sikító frászt. Hát ez ilyen. Én azt hiszem, hogy ez nem minősít mást, mint a társadalmat. Jelzi azt, hogy egész egyszerűen szekértáborok vannak, lövészárkok vannak, fel kell címkézni magunkat, hogy én oda tartozom, akik ilyenek és ilyenek. Ez, hogy jobb meg baloldal, én nem is tudom, hogy az igazából mit jelent, de hát ez az én szegénységem. Tehát én nem, nagyon nehezen kategorizálok így már. Kicsit övezünk át más vizekre. Ugye Attila, ti az Meseparknál gyártatok mindenféle filmes kelléket is, hogy jól tudom. Mi volt a legnagyobb projektetek ilyen témában? Mi volt az a legnagyobb munka, amit meg kellett valósítanotok mondjuk egy film elkészítéséhez? Hát ez egy ügyes átkötés volt itt az előbb. Lássuk be, éles sarok volt, éles kanyar volt. Hála Istennek, mert ez engem például személy szerint jobban is érdekel. Tehát az a helyzet, hogy ezt a parkot nehéz lenne fenntartani máshogy, mint úgy, hogy kívülről különböző pénzeket próbálunk összekalapálgatni. Ennek egyik része az, hogy rendezvényeket tartunk és rendezvényeken veszünk. Másik része meg, hogy filmeknek dolgozunk be. Egész egyszerűen műhelyeink vannak. Ilyen kovács műhely, asztalos műhely, bőrműves műhely, stb. Tehát olyan műhelyek, amik nagyon jó kellékgyártó hátteret biztosítanak. A legnagyobb ilyen vállalkozások. Az egyik a Last Kingdom sorozatnak a különböző kellékei voltak. A másik a ilyen nagyobb szabású vállalkozás az a Marco Polo sorozat második részébe való bedolgozásunk volt. És most zajlik egy filmsorozat, most már második vagy harmadik éve van a Jamestown produkciónak, az is egy tök izgalmas dolog, a Mayflower hajónak a legénysége, akik az első települést. Nem, de abban is dolgoztunk, képzeld el, ott abban például izéket csináltunk, hótalpakat ilyen, meg ilyen szánalkat részeket, meg ilyeneket. Az is itt forgott, mert az egy tök izgalmas volt, de bilincseket kellett kovácsolnunk, meg ilyeneket, ilyen korabeli bilincseket, tök érdekes volt. És aztán ennek kapcsán most már, hogyha forog valami ilyen középkorozós, vagy valamilyen történelmi tárgyú, akkor gyorsan megkeresnek minket, mert tudják, hogy nem mindenféle. És ilyenkor mondjuk, hogyha kell a filmhez valamilyen kellék, akkor mondjuk mutatnak nektek egy fotót, hogy ilyenre lenne szükség, mondjuk 400 darabra. Hát vannak referenciaképek általában, tehát a szerencsés együttállás az, amikor a rendező valamilyen szinten a korhűségre, vagy az autentikus megjelenítésre súlyt helyez, vagy úgy hangsúlyt fektet. De azért egy dolgot vigyel az elején tisztáznunk kell. A film az egy a tudományos ismeretterjesztés, meg egy másik. Tehát a filmtől ne tessék elvárni azt, bárhogy is reklámozza magát, bármilyen PR fogással él, lásd a Last Kingdom például, azt mondja, hogy ő majd akkor nagyon hiteles lesz, nem tud és nem is akar nagyon hiteles lenni a valóságban, mert nem, az neki a dolga. Ő neki az a dolga, hogy egy szörnyű, izgalmas, sokak által szívesen megnézett színes izét mutasson, aminek megvannak a maga törvényszerűségei. Hogyha abban szerepet kap bármi módon a hitelesség, akkor tök jó neked, mert te szereted ezeket a hiteles dolgokat nézegetni. De hát ezért tudjátok, hogy ezzel nagyon kevesen vagytok így. Uh-huh. Vagy vagyunk így, hát természetesen.
Úgyhogy már Last Kingdom kapcsán például elkészült 400 darab pajzs, és itt az adás előtt beszélgettünk pont erről a dologról, ez már elhangzott itt köztünk, hogy rettentő sokat dolgoztunk vele, és nagyon izgalmas volt, és nagyon jó volt, és a többi, meg hát hatalmas kihívás. Hát képzeljétek el, 400 darab deszka viking pajzsot, meg ilyen 100 pajzsot kell csinálnotok. Hogy álltok neki egyáltalán? Úgy van arról kép vagy fogalom, hogy az mennyi fa anyag? Mennyi vas umbó ilyen vasökölvédő? Vagy szóval, hogy hogyan is működik? Mennyi bőr szegély? Vagy, mert nekünk nem volt. Tehát nyilván csináltunk már sokat-sokat ezekből a tárgyakból, de ilyen mennyiségben hirtelen még nem kellett. Tehát azt sem tudtuk megítélni először, hogy ez mennyi idő alatt fog átfutni, tehát hogy mennyi munka lesz. Ez volt az egyik nehézsége. A másik nehézsége az ennek az ilyen típusú munkáknak, hogy van a díszletező, vagy kellékes, vagy az az ember, mondjuk egy designer, aki foglalkozik annak a filmnek az arculatával. És akkor őnek vannak álmai, amit majd ő meg akar ebben a filmben valósítani. Így lesznek aztán a vikingekből rockerek, így lesznek a, nem tudom, a lovagokból mindenféle ilyen furcsa opera hősök, vagy ilyen nem tudom micsodák. És hát ott a legkevésbé számít az, hogy te elmondod, hogy hát figyelj, de igazából mondjuk adott esetben ezeknek a pajzsoknak, ha történetesen nyers bőr szegélye van, vagy fém szegélye, vagy ez hogyha ilyen leletet veszel alapul, vagy olyan leletet. Tehát ez, tudjuk, hogy milyen volt, miért nem olyanra csinál. Hát mert azt nem jól mutat, mondja ő. És ezzel nem tudsz vitatkozni. Tehát te ott egy kézműves vagy, egy iparos vagy, akit megbíznak egy feladattal, adnak egy referenciaképet, figyelj, ilyenre csináld meg. A legviccesebb az, amikor hoznak a te rendezvényedről, vagy a te csapatodtól egy referenciaképet, hogy tudnál ilyet csinálni. És így bemutatják mondjuk az Emese Parkból készült fotókat, egy valamelyik csata jelenetből, figyelj, ilyet tudnátok csinálni, és akkor így oda vezeted a palit, hogy erre gondolsz ott a falon, mert az ott van. Hú, igen, jaj de klassz, aztán elkezdett készíteni, majd mondják, hogy jó, csak figyelj, ne olyan legyen itt, hanem ott egy kicsit legyen vastagabb, itt legyen vékonyabb, és aztán utána a statisztának a kezébe adnak egy hatalmas, ilyen nem tudom micsodát, WC deszkát, mert nem tudom más nézet, pajzsként. Na szóval vannak ilyenek is. Uh-huh. Meg van a másik, amikor kell csinálni 20 méter átmérői jurtát mondjuk a Marco Polo filmben, és akkor így megőrülsz a feladat nagyságától, mert hát egy csodálatos dolog, fürdesz benne, hogy ez, tehát a feladatban, hogy ez micsoda nagy klassz dolog. Mik voltak a legviccesebbek, vagy a legjobb sztorik, amiket szívesen megosztanál a hallgatókkal, amik történtek, mondjuk kellékessel való beszélgetés, illetve ilyesmi? Tehát az egy burleszk az egész. Tehát valószínűleg nehezen ragadok ki ebből egyet-egyet, mert hát az egész egy burleszk. Részint a filmes világ az úgy működik, hogy ma még egy reklámfilmet forgatsz, holnap egy tragédiát, holnap után egy nem tudom milyen űrfilmet. Tehát mindennek megvan a maga kis szakembere, és akkor amikor találkozol azzal a figurával, aki a díszletekkel foglalkozik, akkor ő éppen egy másik, nem tudom, témakörből esett át, és hát kérdeznek olyanokat, meg mutatnak olyanokat, hogy megvadulsz tőle. Tehát láthatólag semmi köze nincs ahhoz a témakörhöz, amit éppen csinálnak. Viszont Magyarországon most már hát egy olyan 6-8 éve, vagy majdnem 10 éve működik egy folyamat. Nagyon sok tévésorozatot, történelmi tévésorozatot, a Borzsáktól a nem tudom, itt most lehet sorolni a különböző filmes, tévéfilmes ügyeket, itt forgatják. Picit talán olcsóbb, picit talán felszereltebb, jobb háttérrel bír, mint egyébként a környező országokban. És ezért szívesen hozzák ide forgatni. És most már azért kinevelődött egy olyan, vagy kicsiszolódott egy olyan filmes garnitúra, akik nagyon jó érzékkel nyúlnak ám ehhez hozzá. Szóval nagyon ügyesek, nagyon-nagyon ügyesek. Az, amit nem tudom, a tornácon megy a fanyalgás egy-egy film kapcsán, hát ez aztán tadadam, csak elfelejtjük, hogy tényleg nem az a szempont. Tehát ő nem egy tudományos ismeretterjesztő platform, még akkor sem, hogyha reklám miatt ő azt mondja, hogy majd ez a Viking sorozat, majd most meglátod ebbe a szezonba, ebbe majd ez mennyire lesz hitesen, mennyire, hát miért kellene hitelesnek lennie, nem az a dolga neki. Úgyhogy ezt tudomásul kell venni. Egyébként pont az egyik legelső történelmi témájú sorozat, ami nagyon berobbantotta azt, hogy ezzel kellene foglalkozni, mert szeretek a nézők meg, milyen jó, az ugye pont a Róma volt, hogyha minden igaz.
És az a sors iróniája, hogy mindmáig a Róma a leghitelesebb és legjobban megcsinált történet. És azóta csak van. Hát tök jó, ha ez a két dolog találkozik, tudod, valahol. Tehát az egy véletlen szerencsés egybeesés. Csak hát mondom, nem elvárás a filmes világban. És magán a forgatáson vettél már részt statisztaként, vagy szereplőként? Hát szereplőként, meg ilyen fegyvermesterként kellett én nekem elég sokat dolgoznom, meg ilyen díszletesként kellett elég sokat dolgoznom. Amikor olyan speciális témakörök vannak, amire éppen nincsen ott szakember azon a forgatáson, akkor így megpróbálnak valakit oda rángatni, hogy na, akkor a te felelősséged lesz az, hogy a, nem tudom, a lovasokon olyan izé legyen, amitől nem tudom, nem folytja őt meg az a ruha, vagy majd nem lesz éles a gard, vagy a, tehát ezeket a felelősségeket próbálják áttolni ilyen szakértőkre. És hát íjászat kapcsán voltam én elég sok produkció, például a katedrális sorozatnál például ilyen fegyvermesterként kellett dolgoznom, meg pont a katedrálisban volt egy olyan alkalom, amikor kiderült, hogy én valamikor gólyalábaztam. És így az öcsémmel mi nagyon sok rendezvényen szerepeltünk még a 90-es évek elején gólyalábasként. És rettentően szerettük, az egy nagyon jó játék volt szerintem. És akkor kérték, hogy hát próbáljunk már akkor ott, hogy az egyik jelenetben kellene egy olyan, hogy kellene két gólyalábas. És akkor nincs ilyen középkori viseletünk, hozzá mondtuk, hogy de véletlenül pont van hozzá középkori viseletünk. És akkor bejártuk ott az útvonalat, azt kell majd csinálni, hogy a két gólyalábas megjelenik a vásári jelenetbe, és akkor ott itt befordul, ott a szekérnél ezt csinálja, lenyúl a gyerekért, megpörgeti, és akkor ott leteszi, és ki a képből. Nem tűnt komplikáltnak, lejártuk az útvonalat, megcsináltuk a mozgásokat, és mondták, hogy jó, akkor mindjárt, hogyha szólnak, jeleznek, álljunk meg most a gólyalábon, és ha jeleznek, akkor kezdjük a mutatványt. És amikor jeleztek, addigra a rendező szólt, hogy állj, nem lesz jó, mert hogy hát itt a Körös Albionban játszódik egy tavaszi időszak, vagy éppen őszi időszak, úgyhogy tessék fellocsolni az egész területet, és esőgép, és legyen minden vizes. Na most, aki látott már gólyalábas, az tudja, hogy ha valami ellensége ennek a műfajnak, akkor az a csúszós sár. Körülbelül egy olyan 10 centi vastag híg agyagon kellett gólyalábazni. Olyan testem, mint az ólajtó. Szerencsére a gyerek már itt nem volt a kezembe, de hát nem tudom, hogy végül a filmbe bekerült-e vagy sem. Egy szépen kivitelezett ilyen, nem tudom, dupla szekrauzzal belekerült-e a dologba. Úgyhogy, tehát voltak ilyenek, vagy vannak ilyenek. Az egész filmes dolog nekem nagyon tetszik, én nagyon élvezem, nagyon szeretem csinálni. Szerintem ez egy nagyon, nagyon jó kiegészítője ennek a hagyományőrző helyzetnek. Egy csomót lehet egyébként tanulni tőlük. Egy nyílzápor kapcsán például, amikor Opusza szeren zajlik az, hogy 1500 embernek ott föl kell állnia, és akkor a filmes, díszletezős világból egy csomó dolgot, egy csomó tapasztalatot át tudsz emelni, hogy figyelj, így oldották meg, és ott hatékony volt, hatásos volt a dolog, akkor meg kell próbálni itt is. És hát ebből lehet azt gondolom profitálni. Igen, egy pár éve volt olyan, hogyha jól nézem, olyan rendőr tanoncokat, vagy valami ilyesmiket hoztatok Opusza-szerre nyílzáporra. Karatés is volt. Volt egy rendőr csapat is volt, ahol konkrétan rendőrök álltak be, kaptak pajzsot, sisakot. Ilyen rendvédelmi szakközépiskolásokat kivezényeltek oda, valami 50-60 legényt, és nagyon jó fejek voltak, aranyosak voltak, akik részt vettek ebbe a játékba, hogy mennyire saját jó szántukból, vagy mennyire vezénylés alapján, ez persze a más kérdés. De igyekeztek megoldani a feladatot, és akkor ott így be kellett őket öltöztetnünk. Volt két sátor, ahol itt Tokától Bokáig 11. század vagy 10. századi ilyen nyugati, meg nem tudom, északi harcosoknak kellett őnek, első nyugatiaknak kellett kinézniük. És hát szuper aranyosak voltak, majdnem mindent fordítva vettek fel először. Tehát így semmi érintettségük nem volt ezzel az egész hagyományőrző dologa. És hát ezt kialakítottuk rajtuk, és utána el kellett velük játszatnunk egy csata jelenetben az ő szerepüket. Tehát itt nyilván a pozsonyi csata az, ami megjelent. Hát izgalmas volt, érdekes feladat volt, nagy kihívás. Vissza szoktad nézni a filmeket, aminek az előadásra valamilyen módon részt veszel? Nagyon szeretném, de nagyon kevés a lehetőségem rá. Tehát egyrészt az időm szörnyű kevés rá, másrészt meg minek utána nincsenek ilyen kábelcsatornás történetek kint a parkban.
Ezért aztán, és ezeknek egy jelentős része ilyen HBO-n, meg nem tudom, mindenféle csatornákon futó sorozat, ezért aztán egy csomót nem látok abból, amit csináltunk, csak ilyen kisebb felvétel részleteket, vagy egyebeket, úgyhogy... A torrent csatorna az nagyon hasznos. Igen? Ne, azt se tudom, miről beszélsz. Srácok, ti szerepeltetek már filmbe statisztaként, ilyesmi? Mert egyébként nagyon-nagyon sok hagyományőrző szokott rendszeresen visszatérni. Én voltam. Melyikbe? A Mario a varázsló című játékfilmben voltam útépítő munkás, ami a Bújváron forgattak. Nekem nem volt az a szerencsém. Viszont Jani, te a Dancsó Péterre is csináltál valami. Igen. A hagyományjelző kontextusban. Az előző adásban elmondtátok, hogy mi volt az első élményetek az Emese Parkkal kapcsolatban, nekem ez volt. Ugye szemezgettem én a parkkal neten keresztül, hogy ez jó, az érdekes. És Dancsó Péter barátom kérdezte, hogy nem tudná-e valami olyan helyszínt, ahol lehetne forgatni a Szakra Koronának egy kritikát, hogyha Koltai Gábort felemlegettük az előző részben a honfoglalásról, akkor most a Szakra Koronával is megidézzük a szellemét. És én mondtam neki, hogy van ez az Emese Park, nézd meg, hogy itt megpróbálhatnánk. Menjünk el, és akkor meglátjuk, mert engem is érdekel, én szeretném megnézni, és akkor elmentünk. Hozta a kis kameráját, kérte tőlem egy láncinget, akkor volt egy zseniális láncingem, és elmentünk az Emese Parkba, akkor találkoztam veled először, akkor vettem meg a könyvet is, és akkor beállítottunk, mondtuk, hogy mink vagyunk, mit szeretnénk itt csinálni, és az lehet, hogy szó szerint is tudom idézni, de azt mondtad, hogy kedves kém, itt... Biztos, ilyet én nem mondtam. Itt én vagyok, 12 hektáron életnek és halálnak az ura, de velem ez nem volt megbeszélve, úgyhogy itt nem lesz semmiféle forgatás. Most törülbelül ugyanezt mondanám szerintem. És mi ebbe beletörődtük, végigjártuk a parkot, és utána kimentünk a park előtti rétre, ahol megcsináltuk a Szakra Koronának a kritikának a forgatását. Igen, hát képzeld el azt a parkot, amelyik ...nek van egy arculata, vagy van egy nem tudom micsoda, egy mondandója, és aztán mindenféle előzetes egyeztetés. Ezt értem, hogy a bárki hülyét nem megjelenik. Na, egészen konkrétan valami Isten szavara megjelenik láncvérbe öltözve, és hiszen ő valaminek a kritikáját ott akarja leforgatni abban, amit te komolyan gondolsz. Sem, azt se tudod, kik ezek, lövése nincs az egész, természetesen közlöd velük, hogy kívül tágasabb tudod. Így van ez. Szóval így volt. Így esett, nagy esett. A Szakra Koronának a forgatásában is volt egy pici hozzá tennivalónk, oda kellékeket adtunk. És aztán utána a Pörzse Sándor, azt hiszem ő volt, aki csinált egy sorozatot. Csillagösvényen. Személyesen vívtam benne. Igen. Csillagösvényen sorozat. És az is egy érdekes eset volt egyébként, mert így nem lehetett tudni, hogy mi lesz belőle. Így azt kérték, hogy hát akkor most a korai 10. század, aztán a államalapítás kora, aztán a Szent László és kora, és ilyen csapongás volt az egészből, és próbáltunk mindig éppen megfelelni szakmailag a lehető legtöbbet ott ehhez a dologhoz hozzátenni, és aztán utána láttuk, hogy mi született ebből. Hát azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy érdekes, akkor az nagyon finoman fogalmazok. Nagyon finoman, az összekötő szövegek azért meglehetősen furcsák. Az a Csillagösvény, ez tök jó az, hogyha már felemlegetjük, egy kicsit beszéljünk róla, mert akkor még azt hiszem gimi elsős voltam, kis fogszabályzó srác, de már tunikába, kart, pajzs alatt vertük egymást, náltak mellénk a barantások, ők voltak a nagyon harcosok. Egyébként még fel is néztünk rá, hogy ők ezt csinálják, tanulják is. És megjelentek a kunok, mi voltunk kb. 20-an, és megjelentek a kunok, akik elvileg többségbe kellett volna, hogy legyenek, de 8-an voltak. Hol volt ez? Merre fele volt a forgatás? Valahogy azt hiszem, pont a Szentendrei héven még kijel. És emlékszem, hogy hoztál ilyen gambezonokat, meg ilyeneket. Tahitót falon zajlott ott a Magyar Gábornak a tanyáján. Képzeld el, hogy ott 150 embert kellett felszerelni úgy, hogy minden... Tehát azt mondták, hogy majd mindenkinek lesz valami alapfelszerelése. Megérkeztem, és hát valaki pufi dzsekibe, megint mások a barantás felszerelésbe, aztán az...
És én így kétségbe estem, hogy drága jó Istenem, ebből hogyan lesz majd valami kameraképes vagy képernyőképes állapot. Tehát ennek se, így ebben a formájában semmi köze nincsen történelmi megjegyzés. Aztán a végeredménye szerintem egyébként magának annak a csata helyzetnek egész jó lett. Tehát hogy az nem gondolom, hogy annyira rossz lenne. És most én is idézek egyébként. Oda ment hozzá, oda jött hozzánk Magyar Attila, még akkor Szent László vitézei voltam. És így, kedveseim, ti Grünwaldból nem szeretnétek eljönni, kurva jó csata van ott egyébként. És elmentél? Nem, azóta se voltam. Egyébként most lehetett volna lehetőség, de sajnos a visegrádi vásárt csináljuk úgy, hogy nem lesz. És Grünwaldot reklámoztam ott nagy erőkkel? Igen. Egyébként tényleg kurva jó csata van ott, tehát tudom. És egyébként egy nagyon-nagyon jó rendezvény, példaadó dolog, még ha 14. század is, és nem feltétlenül az. Igen. És most a vásárosodnak az öme az nem Grünwaldban? De, és most többen is lesznek Grünwaldban. Na tessék, kellett nekem akkoriban ezt egyre reklámozni, látod? Igen. Kicsit elkanyarod a témától. Ilyen MSA Parkban nagyon sok csapat megfordul, és nagyon sok kezdőcsapat is ezt számon tartott, hogy így kb. Hány csapatnak az útját kezdte egyengetni, mert azt tudom, a saját nemben tudok nyilatkozni, hogy a Windurnak például nagyon sokat segítette kezdetekben, így a jó irányba tereléssel kapcsolatban, illetve a keleti szövetséget is. Hát az a gondolat, az tőled származik, hogy mondta nekem, hogy szedjem össze ott az Észak-Magyarországon azokat az embereket, akik úgy tényleg komolyan lehet dolgozni, és akkor csináltak valamit komolyan. Ezt sokkal szebben, de te mondtad. És akkor jó, akkor szedjük össze. Szóval nem igazán vezetek én ilyen listát, viszont tény az, hogy egy műfajt, hogyha komolyan akarsz gyámolítani, akkor előbb-utóbb föl kell vállalnod azt a szerepet, ami ilyen halál kínos egyébként. Szóval így, tudjad, hogy ez egy ilyen állandó örlődés volt belülről. Tehát, hogy mit játszott te itt az eszedet, tudod? Tehát, miért? Ezért itt okos focit embereknek, akik egy tök jól játszanak itt, meg tök jól, nem tudom, micsoda, hadihagyományőrző. Mit okos focsz te az ő dolgokba bele? És, de föl kell vállalod a szerepet, hogyha műfajként, vagy magát az egész műfajt akarod előrébb vinni, akkor bizony, ha látod, hogy valahol tudsz segíteni egy jó tanáccsal, vagy egy ötlettel, vagy valamivel, azt bizony meg kell tenni. Annak idején volt ilyen, hogy gyepűvédők szövetsége, nem tudom, erről hallottatok-e, az is egy kísérlet volt arról, hogy a 10. századi ügyeket megpróbáljuk egy kicsit előrébb hozni, előrébb gyámolítani. Ebből is egyébként komplett csapatok születtek annak idején. Különböző megyéknek a hagyományőrzői összeálltak, és akkor úgy próbáltak együtt nemzetségi, törzsi, szervezeti alapokon, ilyen tizedrendszerbe, meg így úgy előre meghatározott koordináták alapján valahogy úgy megjelenni, hogy az majd az egész műfajra jótékony hatást gyakoroljon. Például, hogyha megjelenítesz, nem tudom, vagytok 10-15-en egy csapatban, akkor abban a 10-15 emberben, hogyha van 10-15 fejedelmi megjelenés, akkor az rosszul adja ki magát. Ha egy kicsit a realitásokhoz közelebb húzod, akkor az egésznek az összképe lesz jobb. Tehát így ilyen formán egy csomó csoportnál. És egyébként ugye ez volt régen. Gondolom a Nyílzáporon keresztül is nagyon sok ilyen csapat hozzájutottál. És most a jelenben vannak ilyen csapatok esetleg, akiknek így az útját úgymond próbálod egyengetni? Vagy ilyen irányú... Nem feladatom ez én nekem. Tehát, hogy mondjam, nem vagyok ilyen, vagy nem gondolom magamról, hogy én nekem egyengetnem kell ilyen, tudod, vagy így egy csapatnál ilyen keresztapának ellenem. Azt, hogy ha valakit érdekel egy ügy, és ott megjelenik nálunk, mondjuk Solymár, tök jó ilyen szempontból ez a példa. Ott a Solymári Várnál van egy pedagógus házaspár, akik csodálatos, szuper kedves emberek, egyrészt nagyszerű néptáncosok, néptáncos oktatók is, és maguk köré gyűjtöttek egy fészekalja fiatalt. Egészen kis gyerekkoruktól kezdve nevelgetik őket, és most már ilyen meglett fiatal felnőttnyi népek ők. És most például ott hogy mondjam, őnek nagyon sokat segítünk azzal, hogy eszközöket adunk, hogy úgy együtt dolgozunk velük, és akkor a Solymári Vár kapcsán most kezd kialakulni egy ilyen 14. századozós csapat. De hát nem gondolom, hogy ez én nekem ilyen hivatalom lenne, hogy
fiatal csapatok, menjetek Magyar Attilához, meg ez nem, szó nincsen erről. Szó nincsen erről. Tehát az MSE Park ilyen szempontból persze már egy olyan kályha-szerű valami, onnan úgy jó kiindulni, meg egy csomó dolgot lehet látni benne, de ez ennél nem több azért. Uh-huh. Fél időnél vagyunk, zenét kérünk valakitől. Bányi Ádám, milyen muzsikát hoztál? Milyen muzsikát hoztál most nekünk? Van egy új zenekar, most a vizsgaidőszakban nagyon szeretem hallgatni, ez egy tanulás közben, ez olyan, mint a Várd Rúna, de mégse. Szerintem más, és bizonyos szempontból jobb is. Úgy hívják, hogy Dunheim, és az egyik számát szeretném. Ezt.
Hát, jobb volt, mint a múltkor. Szóval akkor folytassuk a műsorunkat. Mivel folytathatnánk egyébként? Milyen témák van még? Én a filmes... Látjuk. Na, a filmes dolog kapcsán szeretném még azt megkérdezni, hogy melyik volt a legkeményebb filmes munka, amit tényleg a legnehezebb volt megcsinálni? 400 pajzs. Hát ez a 400 pajzsos, ez egy ilyen ikonikusan nagy nyűg. Most a mai nap folyamán 110 darab longbót adtam át egy filmforgatásra, úgy, hogy az első 80 az konkrétan nem jól működött, mert olyan elképzelése volt a rendezőnek, amit nem tudtuk megvalósítani. Legyen nagyon gyönge az íj, de legyen jó vastag a fája, csak fából lehet, nem lehet műgyantából, de legyen olyan a formája, mint az eredeti longbóknak, hát ilyen nincsen, tehát a fából nem lehet vaskarikát, vagy szóval az anyagot nem lehet megerőszakolni. És hát mostanra talán sikerült egy olyan íjjal előállnunk, ami ilyen puha fából van, megközelíti a longbónak a keresztmetszetét, a megjelenését. Fú, megizzadtunk vele vastagon. A Marco Polo-ba, a nagy jurtáknál őrület volt, amikor egy domb tetején kellett felállítani egy 20 méter átmérőjű jurtát, azt el kellett először is készíteni, és aztán utána, nem is tudom, hát ilyen viharos szélbe próbáltunk, vagy ki kellett felállítani, képzeljétek el, 20 méter kör átmérőjű építményt, aminek a borítása ponyvákból áll, és azt feszítsd ki ott egy domb tetején a szélben, húzd rá erre a jurtát. Egészen elképesztően nagy kihívás volt. És mik lettek ezeknek a jurteknek a sorsa? Hát ez egy dicstelen része a filmes világnak, ugyanis a jogdíjak és az egyéb ügyek, a filmes műfajra vonatkozó jogi környezet az olyan, hogy ha leforgott egy film, akkor az jogdíjas az a tárgy, amit ő elkészít. Ezért aztán nagyon sokszor megsemmisítik ezeket a dolgokat. Tehát például a Marco Polo-ban az a gyönyörű arannyal festett fa szerkezetű, nem tudom, sátor vagy egyéb ügyek, azok bizony egy szemetes konténerbe végezték ott azon a forgatáson, mert hogy egész egyszerűen nehogy valahol máshol egy másik filmben, vagy egy nem tudom hol feltűnjenek. Tehát ezek a szíved szakad meg, amikor látod, hogy a munkád így ér véget. Hát pedig a Borgyás is, akiért milyen jól sikerült hasznosítani a Vikingsben. Ott tényleg, ott ilyen, ez a Borgyákból, ez a lovas sisakok így van. Kerültek át oda, elképesztő. Hát, van ez így. Néha van olyan, hogy át tudnak csoportosítani egy adag cuccot, például Ridley Scott megcsinálta először a Mennyei Királyságot, és utána jó pár évvel később a Robin Hood az Russell Crowe-val, és ugye mind a kettő ugyanúgy 12. század végén játszódik, fogta az egész kellék, és átvitte a következő filmjére. Hát, ilyet is lehet, de hát nyilván ez egy szélsőséges példa. Nálam volt olyan láncfért, ami ebből a Ridley Scott-os forgatásokból származott, és úgy képzeljétek el, hogy ezek alumínium láncszemek, most már így lehet kapni is, szerintem ilyen indiai, vagy nem tudom, milyen izéből. És ez úgy volt megcsinálva, hogy a csörgése, a zörgése egy az egybe a láncvérteknek a jellegzetes hangja, a festése által, vagy a nem tudom, a feketítése által úgy nézett ki, mintha vasból lett volna, mert a kezembe fogtam is, amikor nem hittem el, hogy az nem az, amit... Szóval az egy nagyon jó példa arra, hogy azért itt ebben vannak ilyen ügyes trükkök. És ahogy mondjam, nem kell mindenáron megszakadni a 18-20 kilós láncférbe, ha csak az a szempont, hogy a látványnak felelj meg. Ügyes trükkök. Például van egy jó cimborán, aki kaszkadőr, és elég sok filmben szerepelt, megjárt a Katedrálistól kezdve, a Last Kingdom-on át egészen mondjuk a most futó terrorig, és ő említette, hogy magát a terrort, ami ugye valahol az északi sark környéken játszódik, jeges tengereken. Hajó szorul oda a jégbe, és na, hogy azt is ugye itt Magyarországon forgatták a túlnyomó többségét, de... Mint ahogy a Titanicot is egyébként, a legutóbbi Titanic filmet, ezt nem tudom, tudjátok-e? Nem. Szinte itt forgott magyar. Igen, ez nem a Titanic film, hanem a Titanicról forgott bizony itt egy ilyen tévésorozat, és hát megőrülsz, ugyanis egy izébe egy hatalmas hangárba fölépítették a Titanicnak egy részletét, és ott forgatták ezt az egészet. Megrázó volt. És mondta, hogy
igazából voltak kint egy hetet a Balatonon, meg olyan másfél hetet az Adriai tengernél, de azon kívül semmi. Tehát, hogy ők beültek szépen a kis csónakba, ott a kék háttér meg altér alatt teveztek, és utána látja, hogy ők ott vannak valahol a jeges tengeren, és hatalmas hullámok csapkodnak körülötte. És rengeteg ilyen dolgot megcsináltak, tök jól. Tehát emlékeztek arra a római zós filmre, a Sas? Igen. Ez is itt forgott Magyarországon, és ott a bevezeti képsorban például egy olyan ladik szerepel, egy olyan faladik szerepel, ami Ráckevei híd lábánál került elő az eredeti, ténylegesen római lelet, vagy római kori ilyen átkelőhajó, vagy ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen, mik ezek a komphajó, tehát. És hát ezt itt egy nádasba vették föl a Tiszatónál, és hát abban a filmben is egy csomó hajót kellett készítenünk, ilyen fa csónakokat, meg egyebeket. Velencei tónál fölépítettek egy komplet erődöt, egy ilyen római kori erődöt, egy szintén izgalmas munka volt. És aztán utána ezek a kis csónakjaink, amik itt szerepeltek, a későbbi Asterix Britanniába filmnél, ami szintén itt forgott Magyarországon, az a csónak, amelyik felrobban, vagy én nem is tudom, szétszakad, vagy valami. Na, ezek a csónakjaink, szegények, amik eredetileg ide készültek. Volt olyan munka, amiben tényleg úgy érezted, hogy na ez nagyon jó lesz, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy királyság lesz. Ez olyan látmány lesz, hogy wow. És amikor végén látod, hogy mi lett belőle, azt mondtad, hogy Én szerelmese vagyok a hajóknak. És nagyon-nagyon élvezem a különböző hajó készítő eljárásokat újra így megtanulni, és kitalálni, és csinálni, és kísérletezni vele. És volt egy olyan film, ahol pont a Sas egyébként, a Sasban volt ez, hogy bőrből kellett nekünk csónakokat készíteni. Ezeket a nagyon jellegzetes ilyen késő bronzkori, koravaskori ilyen bőrborítású evezős holmikat. És kellett készítenünk ebből vagy 4-5-öt. És hát ezt nagyon megéltük. És ott a csarnok még nem volt kész a lovakterem, és akkor ott azon belül építettük ezeket a bőrborítású hajókat. Ágakat hajlítottunk, nyers bőrszíjakkal kötöztük össze, meg ilyen háncsokkal, meg mindenfélével. Fú, az egész egy annyira izgalmas munka volt, hogy ebbe is úgy fürdőztünk, lubickoltunk benne. És úgy csináltuk meg, hogy tényleg vízre lehetett tenni. És olyan szinten büszkék voltunk magunkra, hogy itt most kész, hát ez a mennybemenésről van szó. A film végén az egyik bőrcsónak majdnem 2 másodpercig látszik, a száraz földön kérlek szépen így fejre fordítva valami gödröt tettek a tetejére. Hát én azt hittem megőrülök. Tehát, hogy az a rengeteg meló, az így, hát ebben a filmben ember ez így nem tudott meg. És aztán utána nem tudom, hogy lett a sorsa ezeknek a bőrcsónakoknak. Úgyhogy, na szóval van ilyen, igen, van ilyen is. De hát ez egy ilyen műfaj a film, egy furcsa, nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog. Az is nagyon furcsa dolog, amikor hagyományőrzőket kérnek ugye egy vívás vagy egy íjász jelenethez, vagy kaszkadőr munkákhoz, és aztán ott a helyszínen elmagyarázza neked a hozzáértő rendező vagy a rendezőasszisztens, hogy neked hogyan is kellene azt csinálnod. És hát tudod és mondod is neki, hogy igen, csak az íj a másik irányba görbül. De ez őt nem érdekli, ő azt akarja látni. Sokszor vannak a Facebookon is egyébként ilyen izék, hogy fordítva van fölajzva azért, mert ő neki az úgy jobban tetszik, és kész, és hiába szegény íjász így szól, hogy ne ember, ha ne legyen már hülye, de az úgy legyen inkább. És milyen sűrűn biztosítotok emberanyagot például olyan statisztáknak? A korábbi években sokszor volt ilyen. Volt olyan reklámfilm például, ahol 200 embert kellett produkálnunk, ez egy elhíresült forgatás volt valamikor így a 2000-es évek elején, ez a Snickersnek. A Snickersnek forgott egy... domboldalról... De az egy őrület volt, hát képzeljétek el, hogy annyira volt hideg, hogy volt olyan kisrác, akinek elkezdett vérezni a két füléből, így folyt a vér, már annyira fáztunk. Itt mi történt pontosan? Én nem tudom. A Snickersnek forgott egy reklámfilm, és nagyon nagy hideg volt. És akkor ilyen barbárba kellett felöltözni, viszont semmit nem biztosítottak. Ilyenkor illik egy meleg italt, egy meleg levest, egy valami, ami átmelegíti ott a statisztákat. Semmit. Volt egy holland fiúcska, ezt most időzőjelbe tettem a fiú jelzőt,
aki a főszereplője volt ennek a filmnek, és az volt az ő szerepe, hogy amikor megjelent, akkor egy ilyen csatahelyzet kellős közepén van, két horda egymással lacsarkodik, és akkor ő megkérdezi, hogy are you hungry? És akkor, hogy akkor egyél egy Snickers-t, hogyha éhes vagy. Mert ennek a folyamat, vagy ennek a reklámfilm sorozatnak a részeként volt, ez a nem vagy önmagad, hogyha éhes vagy. Na mindegy. És képzeljétek el, amikor egy napon keresztül ott áll, nem tudom, 200 ember, vagy 300, nem tudom, nagyon sokan voltak, és mindenki szénné, izzé porrá van fagyva, és akkor már 144-szer nem tudja normálisan a kis holland gyerek elmondani ezt, hogy éhes, hogy te éhes vagy. És hát például tudszóik is ott álltak, ugye, Miki, Lovon, névedő is, hát, talpik barbárba, és ennek a kis srácnak külön melegítő, ilyen gáz melegítőkkel melegítették a csokit, hogy nehogy odafagyjon a kezéhez, meg hogy ő neki kényelmes legyen meg. Ez. És akkor a záró jelenetben így le kellett özönlenünk ott a domboldalon. Felhívták a figyelmet arra, hogy persze ez nagyon klassz, ahogy szaladunk le, az egy olyan nagyon barbáros legyen, és ordítsunk, és izé-bizé. Egy dologra figyeljünk oda. Oda van letéve egy kamera a domboldalra, köré raktak ilyen narancssárga zsákokat, hogy tényleg jól látszon, hogy nehogy véletlenül valaki felrúgja, vagy valami. Kérték tőlem, hogy ezt majd én is úgy közvetítsem, hogy mindenkinek kössem a lelkér, hogy erre nagyon oda kell figyelni. Ez megtörtént, majd aztán, amikor elkezdtünk lefelé rohanni, szerintem ki volt az, aki szétrúgta a kamerát. Úgyhogy, na szóval van ilyen is, igen. A filmes világ pokoli bugyraiból felbefögvén. Filmforgatás. Említettél egy kalózhajót, amit nemrég elkezdtetek csinálni még az adás előtt. Azt is egy filmnek csináljátok most? Nem? Nem? Az csak nem, saját? Ez most kivételesen saját őrület. Ugyanis néhány évvel ezelőtt ez a Jamestown produkció, ez úgy fölpiszkálta bennünk megint a hajóépítőt. És oda olyan hajót kértek, ami a 17.-18. század fordulóján jól működhet. És akkor úgy megint ránk jött, hogy háj, de jó lenne egy ilyen kalózos valamit. Ezért. És akkor elkezdtünk építeni egy ilyen 7 méter hosszú ilyen kalózderegét, egy kalózhajót, és ez most az idei évben eljutott odáig, hogy készen van a hajónak a teste. Remélem, hogy az ősszel már a fa peremeket, meg a vitorlázatot, meg a árbócait, meg mindenfélét rá lehet tenni, és akkor a jövő évben már ez is játszhat egy kicsit. Valószínűleg a kis Dunán egyébként ott szeretnénk kipróbálni, vitorlázgatunk vele. Mekkora arzenál van a raktárodban? Nem tudom. Nem tudom, hajóból van körülbelül 16-17 most már. Őrület a dolog. Hol vannak? Őrület a dolog. Amikor éppen nem forognak valamelyik filmbe, akkor nem, hát úgy egymás hegyén hátán, meg tényleg, tehát úgy van, hogy ilyen, most már nem tudom, mikor voltak legutóbb, föl kellett állítani ilyen nejlon sátrakat, mint ezek a mezőgazdasági sátrak, ilyen fólia sátrak. Mert hogy hát sajnos a hangárraink egy részét elvesztettük, jelentem itt a kanyarban, ezek eltűntek. Egy nagyon klassz park képződik, létesül ott mellettünk, egy ilyen vadasparkszerű, ilyen bejárható, gyalogbejárható kárpát-medencei szafari, ahol a szarvasok meg a vaddisznók, nem tudom mik között lehet sétálgatni. Viszont sajnos ott voltak nekünk azok a hangárraink, ahol ezeket tartottuk, ezeket a hajókat, úgyhogy most így elég sok mindent át kellett csoportosítani. És hát az is erőbe, energiába került. Meg hát nagy, rettentő sok most már raktározni való tárgy, pajzsok, sátrak, szekerek. A Last Kingdomba kellett készítenünk valami 10 szekeret, képzeljétek el, és egy őrült nagy kihívás volt, egy izgalmas munka volt. Úgyhogy szalagy, nagy az arzenál. És láttuk, hogy hát nem is olyan régen, de egy jobban ráfeküdtetek a 15. századra is. Az idei év a Mátyás király emlékév, és ennek kapcsán, őszintén mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon megtisztelő feladatunk volt. Ennek az emlékévnek szerintem talán a legkiexponáltabb pillanata. Mátyás király születésének és az emlékév indító alkalomnak a megjelenítése, ez Kolozsváron történt. És ott Kolozsvárra kellett nekünk egy olyan menetet celebrálni, ahol annyi fáklya vivő megy, ahány éve született Mátyás királyunk, és
És akkor ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy igyekszünk oda tenni magunkat is, tehát hogy a mi viseleteink is próbáljanak a lehető leginkább korhűek, hitelesek, nem tudom mit lenni, és akkor emiatt aztán felszereltük magunkat ilyen 15. század, 14. század vége, 15. század elejének a viseleteibe. És hát van most az idei évben ennek egy folytatása, képzeljétek el, hogy egy csomó hajóval fogunk megjelenni Visegrádon. Úgyhogy amikor itt a adás előtt beszélgettünk arról, hogy áll a kézműves vásár a visegrádi ügyekből megír, akkor volt egy ilyen háttere a dolognak, hogy azért is érdekelt, mert hogy oda megyünk mi most. Körülbelül 60 emberrel jelenünk meg a Dunaparton. Egy középkori kikötőt fogunk ott csinálni, tök izgalmas, érdekes. Hát ez szóval, hagyadikán lesz pontosan? Július 12-3, valahogy így. Akkor ez jó, mondta az úr, igen. Okay. Igen. Ezt nem tudtam egyébként, az képest egyszerű, hogy mennyiben. Mi az elmúlt években hát, csináltunk egy-két ilyen kanyart, a Vörös Kutyával megjelentünk már ott egy párszor, meg volt, hogy a Toportyán nevű kisebbik hajónkkal eveztünk ott egyet, és akkor olyan kisebb, hát idézőjelben középkori kikötő hangulatot próbáltunk, csak egy pár sátrat fölállítottunk, és akkor ott nagyon jól éreztük magunkat. De most az idei évben elég nagy a kihívás, mert ténylegesen elkészül, ha minden sikerül egy ilyen kikötői ponton is, és akkor ott a több hajóval kikötve egy elég komoly középkori tábort kell megjelenítenünk, egyúttal egy középkori kikötőt. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy izgalommal várom és készülök erre. Győrből fogunk lehajózni, képzeljétek el, olyan egyetemista gyerekekkel, akik így a Kárpát-medence különböző helyeiről származnak, magyar lakta vidékekről. És hát az a címe ugye a programnak, hogy egy hajóba nevezünk, nyilván nem véletlenül. Tehát az egy nemzethez tartozás, meg az egy kulturális gyökér megjelenítésének és megélésének szerintem egy nagyon érdekes módját próbálgatjuk most. Tehát az, amikor beülünk egy hajóba, és napokon, egy héten keresztül evezünk valahova, ott így lemállanak azok a mázak, amit fölveszel magadra. Tehát ott nincs már olyan, hogy te vagy a srác, aki jól néz ki, és napszemüvege van, és illatos, és kiszáll a BMW-ből, hanem te ott az a srác vagy, aki nem akar evezni, és elbújik az előtte ülőnek a háta mögött, és ezért aztán egy elég ellenszenves seggfej vagy ott abban a pillanatban. Vagy pedig te már rég nem az a lány vagy, aki nem tudom, nyafog, és miért nem lehet naponta legalább 4-szer zuhanyozni, és nem tudom micsoda, hanem ez csak kiderül rólad, hogy te átveszed a szerepét annak a fiúnak, aki a vállad mögött, vagy a hátad mögött elbújt, és te evezel már ott. Tudod, hogy olyan dolgokat hoz ki ez a helyzet azokból az emberekből, akik részt vesznek benne, amit előtte nem is gondoltak volna. Hogyha ezen az úton, mint ahogy tavaly egyébként volt már egy ilyen, nem tudom, hogy erről hallottatok-e, vagy tudtok erről, ennek az egyhajóban nevezünknek egy ilyen kísérleti útját tettük meg tavaly, le a Mosoni Dunágon, és aztán utána a Nagy Dunán, előtte pedig márciusban volt egy Csepel-sziget kerülő vikinghajózós túránk. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy evezzünk együtt, mert akkor az egy evezős túra, bármilyen jó is, de nem több, mint egy teljesítmény túra. Itt minden este közösen zenélünk, közösen készítjük a kajákat, előadások vannak, megnézzük az út közben lévő, nem tudom, várakat, múzeumokat, templomokat, stb. Tehát egy olyan élménnyel gazdagszik mindenki, aki részt vesz benne, ami egy nagyon komoly tölténytár a továbbiakhoz. Tehát egyetemista, főiskolás fiatalokról van szó, akiknek ez az élmény, én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat tud adni. Legalábbis a tavalyi évből ez volt a tapasztalat, úgyhogy majd nézzétek a Facebookon a tájékoztatókat róla, mert szerintem... Igen, ez a egyhajóban nevezünk kezdeményezésetek egyébként nem mostani dolog, tehát én ezt egy pár éve már láttam, de akkor ezek szerint mind most éred be, vagy mostanában éred be ez a... Hát figyelj ide, hogy ha nincsen véletlenül a szivarzsebedbe egy 1,5-2 milliárd forint, akkor muszáj vagy lépésről lépésre haladni. Tehát először építesz valahogy, összerakod a forintokat, és akkor csinálsz egy hajót, aztán utána arra megpróbálsz egy programot szervezni, embereket gyűjtesz össze, stb. Így lépésre. Mostanra ért odáig a dolog, hogy egy olyan partnerrel találkoztunk, ezzel a Kincses Kolozsvár Egyesülettel, akikkel közösen nagyobbat lehetett lépni. Tehát így most meg lehetett valósítani például a tavalyi évben ezt a hajózós ügyet. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép a program, úgyhogy majd érdemes lesz esetleg erről
a későbbiekben tájékoztatni nektek is, vagy tájékoztatást adni nektek is. Visegrádon úgyis találkozunk, nézzétek meg, hogy működik a valóságban. Lenézzük mindenképpen. Urak, szerintem ez egy remek végszó. Dani, mondj egy zenét most te. Én mondjak egy zenét? Igen. Jó, urak, ez az én zeném lesz, ami most következik majd, műsor után. Hallgassátok nagy szeretettel, olyan szeretettel, mint hogy én hoztam nektek ezt a zenét. És hát ez volt a régi vitézeknek 32. immár 32. adása. A stúdióban voltak Bányai Ádám. Sziasztok! Tavasz Ferenc. Szevasztok! Meghívott vendégünk Magyar Attila. Sziasztok! Én pedig Mester János voltam. Szervusztok! Zene! Your time!